Csak nem három kilométer mély fúrásba kezdett egy olasz-francia kutatócsoport az Antarktiszon, hogy tanulmányozni tudja a másfél millió éves jeget. A csapat néhány nap alatt el is jutott 130 méteres mélységig. A kutatás célja, hogy választ kapjanak a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre, például arra, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése segíthete elkerülni a jég katasztrofális olvadását. A fúrás sebessége nagyjából 170 méter lesz egy hét alatt. 2700 méterig szeretnénk lejutni, de mindezt négy év alatt, mert először a tábor kiépítését kell befejeznünk, mondta a kutatás vezetője. Első körben pedig az a cél, hogy néhány száz méterre le tudjunk fúrni, tette hozzá Carlo Barbante. A munkálatokat az is lassítja, hogy a fúrás helyszínén általában mínusz 30 és 60 fok között van a hőmérséklet. Az összesen 7 évig tartó programot az Európai Bizottság 11 millió euróval támogatja. Korábban volt már egy hasonló tudományos küldetés, ám akkor a kutatók csak 800 ezer éves jeget találtak.